Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Önök FVQ adásorozatunkat látják, ezen belül is dr. Rahasz Lászlóval beszélgetünk, hogy ki jön meg, ezt mindjárt elmondjuk, csak egy kis bevezetőt engedjenek meg nekem. Múlt héten volt egy kis monológom, amiben arról beszélgettünk, hogy drága lesz hallgatásod ára. Na most erre föl rengetegen megszólaltatok. És igazából ennek a gondolatmenetnek a folytatásaként egy óriási lehetősége van most mindenkinek, aki úgy érzi, hogy szeretne változást, és van ehhez elég ereje, hogy fölálljanak is foteljéből. Ez egyébként nagyon megérintett benneteket ez a fotel gondolat. És március 11-én az Adóskamara rendezvényén megjelenjen. Az adásban azt is elmondtam, hogy nem értem, hogy miért nem vállalja föl senki a magyar adós rabszolgáknak az ügyét, 1,5-2 millió szavazatot tudna szerezni ezáltal, ami eldönthetné egyébként a választásokat, és igazából a mai adásunknak az egyik része lesz ez, hogy miért várjuk őket március 11-én, mi az a 12 pont, amit megismerhetnek, illetve az adás második részében megbeszélnénk azt, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy az elmúlt 29 évben kialakult egy olyan rendszer, amikor a magyar adós rabszolgák érdekeit senki nem tudja jogi állami szinten képviselni, vagy nem akarja. Tehát ez lenne a két fő vonulatunk. Hova és kiket várunk március 14-én, és mi lenne ez a 12 pont, amiről szó van? Hát, bocsánat, először is az adóskamaráról beszéljünk, azért elég sok ilyen előtt szervezetről már tudtunk, amelyek fellángoltak utána, viszont nem tudtak semmit elírni. És nagyon rossz címet adtam az adásnak, mert hogy ön a magyar adós rabszolgák Spartakusza, de nagyon reméljük, hogy nem arra sorsra fog jutni, de viszont már az előélete, aki ismeri dr. Ravasz László, tudja, hogy már többször próbálták keresztfára feszíteni, de még mindig itt mosolyog nálunk, és ennek nagyon örülök. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm, hogy lehetőségem van, hogy itt elmondjam az adóskamarával kapcsolatos tudnivalókat, illetőleg kicsit bemutassam azt, hogy mi is ez az adóskamara. Hát alapvetően ez egy civil szerveződés, tehát semmilyen párt nem állt mögöttünk, nem is áll mögöttünk, semmilyen... Talán addig jó, igaz, amíg érdekrendszerek nem folynak bele. Világos, tehát semmilyen támogatást nem kapunk, sem pénzügyi, sem politikai, tehát semmilyen támogatást nem kaptunk az indulásnál, ma sem fogadunk el semmilyen pénzügyi támogatást, tagok maguk vagyonából, keresetéből fedezik azokat a költségeket, amely mondjuk a működéshez kell, tehát utazási költség meg egyebek. Tehát ebből a szempontból teljesen függetlenek vagyunk. Alapvetően ez több devizás szervezetnek egy ilyen ernyő szervezete. Nem is formalizált ezért ez a szervezet, hanem egy ilyen koordináló szervezet. Megpróbáljuk összefogni azoknak a devizahiteles csoportoknak a működését, akik eddig próbáltak valamit tenni a devizahitelesekért, illetőleg egy szellemi műhelyt hoztunk létre, amely azt a tudást próbálja összerendezni, amelyet ezek a szervezetek fölhalmoztak a harcuk során, és ezt szintetizálva egy komplex megoldást kidolgozni a devizahiteles problémára. Ezt szeretnénk elérni, illetőleg ezt csináltuk meg, ez az a 12 pont tulajdonképpen, ez a komplex tudás, amit az alatt a 10-15 év alatt összeszedett ez a devizahiteles társaság, illetőleg ezek a civil szerveződések, illetőleg ami felhalmozódott tudás a civil szférában, banki és államszervezeti vagy egyéb problémák tekintetében. Hány embert érint ez, aki már túljutott rajta, olyan idézőben túljutott rajta, hogy kilakoltatták, elvették, megbüntették, még ma is fizet, és hány ember áll még előtte, akit várnak, hogy a választásokig ugye kicsit melegen tartják a dolgokat, és utána lakoltatják ki őket. Tehát mekkora néptömegről van szó? Hát, hogyha azt nézzük, hogy
2 millió volt azoknak a száma, azoknak a szerződéseknek a száma, amelyet érintettek a DH törvények, tehát magyarul a forintosítási törvények, hát akkor ezt megnézzük, akkor azt a szerződést, tehát az legalább 1-2 embert érint, tehát legalább 2-3 millió ember elviekben érint ez a történet. Tehát én inkább azt mondom, hogy egy 2 millió embert biztos érintettek ezeket. Én még azért ezeket. Egy 1,5 milliót tudnék hozzátenni. Konkrétan az ön írásából, amit egyébként kedves néző is megismerhet a mai heti hírlevelünként, ezt küldöm ki, Ravasz László írását. Ugye, amikor már elfogytak a devizahitelesek, nem tudtak több pénzt a lakosságtól elszipkázni, akkor már hozzányúltak azokhoz a megtakarításokhoz, például Questor, ahol azok az emberek, akik elkerülték a devizahiteles akciókat, de viszont megbíztak ezekbe a cégekbe, a pénzüket betették, tehát nem csak azok a idézőjelben balekok érintettek, akik hitelt vettek föl, hanem akik megbíztak a rendszerbe, és odaadták ezeknek a cégeknek a pénzüket, ők legalább úgy szintén 1,5 millió vannak, akiktől ugyanúgy elvette valaki a pénzét, majd megtudjuk az adás végére, hogy ki, és ők szerint ugyanúgy elege van ebből a rendszerből, hogy a devizahiteles, a DH-k az azt jelenti, a devizahitelesek és az ilyen megkárosítottak, akik a vagyonukat veszték a befektetéseik alapján, ők ezek összefognának, ez már egy erősebb csapat lenne. Igen, most egyet most előre kijelentek, hogy a devizahitelesek is nem balekok, őket nagyon-nagyon csúnyán... Idézőjelben balekok, igen, tehát ez világosan. Az az igazság, hogy ez egy, mindig elmondom, ők egy csalás áldozatai vannak, őket nagyon csúnyán becsapták, és gyakorlatilag egy központilag irányított állami, banki csalásnak a károsultjai, hangsúlyozom, károsultjai, és nem ahogy a politika próbálja mondani, ilyen nyerészkedő, meggondolatlan, felelőtlen emberekről van szó. Hát amikor az uzsorás által megvásárolt média még azt teszi hülyének, aki kényszerből ugye fölvette a hiteleket, el fogunk jutni ide, hogy a lakosságnak miért kellett fölvenni ilyen rendszerű dolgokat. 12 pontról egy pár dolgot, és hogyha odajönnek, meghallgatják a 12 pontot, mit tudnak aláírásulni gyűjteni, vagy mit csinálnak ezt követően? Hát az az igazság, hogy most ezt a 12 pontot, mivel hogy most rá tudtuk venni az ellenzéki pártokat arra, hogy ezt elfogadják, aláírják, és gyakorlatilag a pártprogramjuk részévé tegyék. Mindegyiknek? Hát folyamatosan írják alá, eddig aláírta a Jobbik, aláírta az MSZP, és aláírta az LMP ezt nyilvánosan. Ezek közül azt hiszem talán az LMP és a Jobbik nem vett részt annak idején ebbe a disznóságba, de az MSZP az tökéletesen benne volt, tehát az ő nevük alatt kezdődött ez az egész. Persze, ez természetesen tisztában vagyunk ezzel, de hogyha ők hajlandók megváltozni, és hajlandók pártprogrammá tenni ezt, és azt mondják, hogy ők is belátják azt, hogy ezt rosszul csinálták, illetőleg valóban részt vettek ebben a gazemberségben, és megpróbálják jóvá tenni, vagy közreműködni abban, hogy jóvá tegyék, akkor meg kell adni a lehetőséget mindenkinek azt, hogy bűnbocsánatot próbáljon nem is kapni, de legalábbis az embereken segíteni, ha tudnak, és azt megtenni, hogy a bűnüknek a következményeinek a felszámolásában ők is segítsenek. Tehát én azt gondolom, nem bűnbocsánatot kívánunk adni, hanem mi azt mondjuk, hogy mindenkinek a segítségét elfogadjuk ahhoz, hogy a károsultakat megsegítsék, illetőleg a kárukat megszüntessék. Ebből a szempontból tartjuk, ebből a szempontból gondoltuk azt, hogy lehetőséget adunk az MSZP-nek is arra, hogy... József Attila ide vonatkozó sorait, a bűn úgysem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Igen. Ezt csak két sort emeltem ki belőle. A 12 pontról, ugye, tehát ez egy nagy koalíció a devizahitelesekre, összefogás, mert egy ideig külön-külön esélyük nem volt arra, hogy a bíróságokon, vagy bárhol ezt majd én elmondja, érvényesíteni tudták volna a jogikat. Miért gondolja, hogy ezzel a 12 ponttal ugyanazt a rendszert át lehet formálni, ami idáig tökéletesen lehetetlené tette a devizahitelesek érdekképviseletének a
megvalósítását? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha megnézi ezt a 12 pontot, akkor itt azért látja, hogy ez nem csak arról szól, hogy most egy egyszerű polgárjogi szerződést, amely csaláson alapult, hogyan lehet reparálni mondjuk bírósági szinten, vagy hogyan lehet reparálni mondjuk egy egyszerű jogalkotással ezt a problémát. Ha megnézi ezt a 12 pontot, ebben azért van egy olyan bizonyos államreform is, amely alapvetően arra irányul, hogy azokat az államszervezeti, azokat a politikai problémákat is megoldja, amely gyakorlatilag ezt a devizahitelezést okozta. Tehát mi azt mondjuk, hogy ez nem egy egyszerű polgárjogi szerződés, hanem egy olyan rendszerhibából eredő csalás, amelyet csak úgy tudunk orvosolni, ha magát a rendszerhibát orvosoljuk. Ha már a 12-es pontot meg lehetne valósítani, hagyj olvasom fönn. Szüntessék meg a bíróságok politikai irányítását és befolyásolását. Ennek keretében törvényi szinten biztosítsák az egyéni bírói függetlenséget és szabályozzák a Rákosi rendszer által eltörölt 1871 évi 8-as pont törvénycikkekben foglaltaknak megfelelően a jogsértő ítéletekért való egyéni bírói felelősséget. Azonnal hozzák nyilvánosságra, hogy melyik bíró és mikor kapott kedvezményes, vagy ingyenes hitelt, vagy kölcsönt pénzintézettől. Tehát, hogy igazából én egyébként itt nagyon sok helyen az ön stílusát vélem felfedezni, de ezzel ugye nagyban nincsen ön hány éves bírói gyakorlattal rendelkezik? Egyébként? Én 30 éves bírói gyakorlat. 30 éves gyakorlat, és minden rendszernek azért mindig van egy olyan lelkiismeretes tagja, aki nem hajlandó végrehajtani a politikai utasításokat, és az ön szavai élve itt 60 év óta már politikai utasítás alapján hoznak meg minden döntést. Együtt nevetünk Bacsó Péter Tanú című filmjén, és ugyanakkor még ugyanolyan vérbíróságokra járunk, ahol a vérbírók unokái ítélkeznek a mai napon. Nem tudom, hogy felül nem olvastam alaposan, de a csőd, az egyéni csőd belekerült ebbe a 12 pontba lehetőségként. Megmondom őszintén, ez az egyéni csőd, ez hát... Az amerikai joggyakorlat alapján. Amerikai joggyakorlatban van. Lehet, hogy valaki választaná ezt, és azt mondja, hogy hagyja az ingatlant, már nem foglalkozik vele, és inkább hagyják békén, és elsétál. Ez egy, csak egy alternatív lehetőség. Tehát több alternatív lehetőséget raktunk bele, tehát nem azt mondjuk, hogy ez az egyedüli megoldás, vagy ez az üdvözítő megoldás. Mi tovább is azt mondjuk, hogy a legfontosabb és legüdvözítő megoldás az lenne, hogyha amit felvettek forintot a hitelesek, azt fizessék vissza, és utána gyakorlatilag mentesüljenek minden egyéb visszafizetési kötelezettség alól. Mm. Tehát sem kamat, sem tőke. Úgy gondoljuk, hogy ez már olyan szinte, illetőleg akik még elvették már a vagyonát, vagy akik még fizetik a hitelt, mert valamilyen úton, módon még tudják, kapjanak olyan kompenzációt, vagy kártérítést, amely az általuk elszenvedett károkat reparálja. Tehát úgy gondolom, hogy itt mindenkinek a sérelmét rendezni kell, nem csak azokat, akik most bedőlt hitellel rendelkeznek, és kilakoltatás előtt állnak, hanem azokat is, akik esetleg még tudták fizetni, de úgy, hogy nem volt már semmilyen életük, mert nem tudtak enni sokszor, de inkább fizették a hitelt, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy elvigyék a házat, vagy pedig azok is, akiknek már elvitték a házát, méltányos, tisztességes és az elszenvedett károkhoz igazodó kártérítést kell, hogy kapjanak. Olyan könnyen kimondjuk, hogy holokauszt csak a II. Világháború kapcsán követtek el. Ha megnézzük, hogy naponta hány ilyen öngyilkosság, családok mennek tönkre, ez egy igazi bankrabszolgákat követő holokauszt, amit itt az emberekkel megtesznek, és megtehetik, mert semmiféle olyan védőháló nincs mögöttük. Azért merem az amerikai példákat idehozni, a lányom kint ügyvéd Amerikába, és akkor elmesélem neki ezeket a sztorikat, hogy itt vannak, ő teljesen meg van hűkölve, mert ott, ahol ez az egész zseniális rendszer kiindul, és nálunk bármit megtehetnek, sokkal nagyobb korlátok vannak, és sokkal több lehetősége van az adós rabszolgának, mert a rendszer az mind a két helyen
ugyanaz. A 12 pontot akkor nem mondjuk el, akkor 11-én megismerik, de igazából, ja, meg aki a adásunk kísérő levelében is megismerheti. Megmondom, azért lépnék tovább egy kicsit, mert ugye ezt már, amit mi itt elmondtunk, ez elég sokan elmondták, de az igazi okot, hogy miért van ez a eleve elrendeltetség ebbe a dologba, hogy ezen nem lehet változtatni, hogy nem lehet kibillenteni se a mindenkori kormány, se a mindenkori bírói kart, hogy az emberek jogos problémája valóban kedvező elbírásra kerüljön. Erőnek van egy fantasztikus írás, és szeretném, hogy ezt szemelvényekbe elmondaná. Egy mondatot a legelejére csináltam, mint egy riportot a privatizációról, aminek pontosan az a lényege, hogy úgy vezettem föl, hogy a Trianon az egy dolog volt, de a Trianonnal egyenértékű bűn volt a privatizáció, amikor nem csak a komplett állami vagyont elherdálták, hanem azt a szellemi innovációt, ami azokban az üzemekben, a magyar agy révén, technológiában, technikában, termékekben megmutatkozott, és utána ide jött a kínai, meg hagyd nem mondjam, milyen dömpingáru, és szinte úgy néz ki, hogy lehetetlen ezt a dolgot visszahozni, tehát ez egy nagyobb csapás volt Magyarországra, mint Trianon, mert Trianon után 30 év alatt fölállt ez az ország, és olyan technikát tudott képesen csinálni, hogy Németországban a Csepel-szigeten fejlesztettek tankokat, nem tudom, hogy kedves nézők mennyire tudják ezt a dolgot, és ugyanakkor most akkor történelmi sorrendben mi volt ez okokozati szinten, hogy ide jutottunk? Csak a kiindulás, amit mondott, Trianon után azért tudnunk kell, hogy azért volt egy Kleber Kuno, aki gyakorlatilag a tudás alapú társadalmat építette föl Magyarországon. Hát tudjuk azt, hogy arra építették, hogy Magyarország csak akkor tud fölmaradni Trianon után, ha szellemi színvonala olyan magas szinten lesz, hogy a környező országok nem tudják tönkretenni gazdaságilag, mert tudtuk, hogy gazdaságilag nem tudunk mit kezdeni a szétszabdalt és elvett erőforrások miatt. Kultúrába tudunk csak nyerni, és nekünk egy kultúr nemzetté kell válni. Hát ez volt a Kleber-Esbergi gondolat. Ezért tudták megnyerni, ezért tudott konszolidálódni az egész társadalom. Na már most, ha megnézzük a sajnos a rendszerváltás utáni társadalmakat, a magyarországi rendszer, illetőleg én nem nevezném rendszerváltásnak, én mindig úgy szoktam volna, hogy valami történt 90-ben Magyarország, nem tudjuk, hogy mi, illetőleg nagyjából tudjuk most már, hogy mi. De ha megnézzük, a 90-es években való történés inkább arról szólt, hogy hogyan lehet a Kádár rendszert átmenteni, illetőleg restaurálni az egészet. Az egész rendszer, ami problémát okoz, és ezeket a devizaitel és az ilyen baumagos, a kvesztoros, vagy tanár problémákat, az egészségügy problémákat, mind egy rendszer szintű problémák jelentkeznek, tehát nem egyszerű problémák ezek, hanem maga a rendszer generálja, ami itt van 60 éve Magyarországon. Mi is ez a rendszernek a lényeg, és miért problémás ez a rendszer? Ez a rendszer az úgynevezett ilyen vezér alapú társadalom, hogy van a vezér, és neki van az alárendelt vazallus réteg, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vezér kegyétől függ, és csak az ő hatalmát támogatja, és a vezér szervilis módon. Igen, szervilis módon. Hát ugyanez volt Kádár János, ugyanez akart lenni Gyurcsány, ugyanez akar lenni Orbán Viktor. De most neki De a legjobban stabilizálni a rendszerváltást után Orbán Viktornak sikerült ezt a személyi legitimációs vagy vezér alapú társadalomrendszer. Ennek a lényegéhez tartozik az is, hogy privatizálják a közszférát. Magyarul a vezér és a vazallusai kerülnek azokba az állami pozíciókba, amelyekkel irányítani tudják az állami rendszert. Ebből adódóan az állami rendszer úgy privatizálódik, hogy a vezér és a vazallusainak az érdekeit szolgálja, és nem a társadalom érdekeit. Sőt, bizonyos esetben a társadalom érdekeivel szemben is tudják érvényesíteni az igényeiket, vagy az elvárásaikat, illetőleg az érdekeiket az államszervezeten keresztül. És az a nagyon nagy probléma, hogy ez az államszervezet teljes egészében már privatizálva van, 60 éve, hangsúlyozom, ugyanígy működik, ugyanúgy privatizálva van, csak akkor az állampártnak az érdekeit szolgálta, most akkor a rendszerváltás után egy ideig például Gyurcsányékért, most
az Orbán rendszernek az érdekeit szolgálja. Mondod csak, nem Orwell, hanem Keresztapa 3 jutott az eszembe, amikor már nem a kaszinókban, hanem a politikai irányításba szövődtek bele, és most már megfigyeljük, évek óta nincs maffia háború nálunk, mert viszont én az ön anyagából szeretnék kiemelni egy gondolatmenetet, amit nem mondott el, és akkor most megteszem ezt. Tehát a privatizáció révén ugye elherdálták a teljes állami vagyont, amit tulajdonképpen a miénkor, de ugyanakkor a lakosság elvárta volna azt, hogy magasabb életszínvonal legyen, de nem volt miből hitelezni, és akkor a bankok által, tehát a bankok toltak ide be pénzt a magyar államnak is, amiből lehetett dolgokat, és a bank, az állam ezért cserébe megengedte a bankoknak ezt a fajta hitelpolitikát, mert hogy nekik mindig választást kellett nyerni, és mivel nem volt nekik pénzük, ezért megengedték, hogy az uzsora kamatos bank idejön és bármit csináljon. Tehát azért nem tud ő, se az Orbán, se a Gyurcsány, se a kormány semmit csinál bankokkal szemben, mert hogy oda dobták neki a lakosságot. És most látjuk, hogy már nem csak a devizahiteleseket dobták oda, hanem a befektetőket is, akik a kis pénzüket teszik bele különféle társaságokba, és a végén ugyanúgy a teljes lakossági vagyon, és innentől folytassa ön, átkerül a bankok kezébe. Ahogy ez Amerikában most már 70-80%, nálunk ugye a rendszerváltáskor nem volt 4-5%-nál több, ma 30%-nál tartunk. Hogy az a egyéni vagyon, az állami vagyonról nem beszélek, már a bankok kezébe átkerült. Hát egyébként, ha megnézzük, az állami vagyon is nagyrészt a bankok kezébe került, ha mindenki már felejt egy kicsit azért, mert mindenki elfelejti, hogy azért volt itt első és második bankkonszolidáció a 90-es évek elején. Nem akarok belemenni, hogy fosztották ki az országot, elmondanám, mindenki meglepődne egy kicsit, szóval, hogy az egész politikai elitünk már akkor kifosztotta az egész magyar lakosságot. Mai áron számítva körülbelül most már ott tartunk, hogy mindent figyelembe véve, amit elloptak a 27 év alatt, és kivittek külföldre. Igen, olyan számokat írt, nem is tudtam érteni. Hát ilyen 80-100 milliárd körül tartunk. Tehát, de ki tudjuk mutatni forint fillére, hogy hogy van. Tehát ezért nincs állami vagyon. Uh-huh. És a klientúrát valamiből etetni kell, meg mindig fizetni kell a klientúrát, meg a bankokat is fizetni kell, akik adják nekem a pénzt ahhoz, hogy a hatalmamat fönn tudjam tartani, mivel állami vagyon már nincs, mert szétlopták teljes egészében. És egyszer elfogy a lakosság vagyon, és akkor mi lesz? Hát akkor jön majd, akkor maximum eljutunk majd arra a szintre, hogy leszünk majd Albánia szintén, vagy megyünk le egyre mélyebb szintre, leszünk egy afrikai szinten. Itt arról szól a történet, hogy mivel szétlopták az állami vagyont már, nem tudják a klientúrát az állami vagyonból fizetni, nem lehet a külföldi bankokat EU-s fizetni. EU-s pénzek lassan elfogynak. Ezért maradt a lakosság pénze, és most már a lakosság vagyonát rekvirálják el. Hangsúlyozom, nem adóztatás, sima rekvirálással. Ezek a devizahiteles, illetőleg a banki károsultaknak a problémája, illetőleg az, hogy a lakásvagyont 30-40%-at a teljes magyar lakossági vagyonnak, ingatlan vagyont le akarják nyúlni. És most már egyre jobban látszik azt, hogy különféle követeléskezelőkön és különféle technikákon most már ezt a klientúra, a most hatalman lévő klientúra akarja lenyúlni, és gyakorlatilag magánosítani, és adósrabszolgává, illetőleg bérlakásban élővé téve a magyar lakosságot, magyarul elrekvirálva a vagyonát. Ezt egy kicsit fordítsuk le, kedves nézőknek. Tehát én vagyok a klientúra, ha direktben nyúlnám le ezeket az elkobzott lakásokat, akkor nagyon kilógna a lóláp, hogy megint a gázszerelőjén minden. Igen. Tehát csinálok kint külföldön egy offshore céget, aminek adok egy nevet, aminek háttérből ugyan én vagyok a tulajdonosa, majd utána ráfogom, hogy ezek a csúnyák, ezek állapították meg, azok nagyon magas bérleti díjat, de még mindig nem fog az ember, az utcára kerül, mert bocsánat, ezt mondom, Mivel? Tehát elveszik tőlem a vagyonomat, az már a banké, de legalább ott lakhatom a munkabérem 80%-kal, és nem a híd alatt kell laknom. Tehát egyébként megmondom őszintén, hogy nekem nem Afrika, nekem amerikai jutott eszembe. Ha megnézi ott, hogy igazából ugyanez a rendszer van, hogy igazából 100 autóból 97 az valami banki leasingelő. A lakásokat nem megveszik, leasingelik, bérlik.
az emberek. És ezért merem mindig elmondani az albán példát önnel szemben, én sokat, nem sokat, kétszer jártam Albániába, lehet, hogy egy csóresz ország, de 90% a magán kézben van, az az ócska kis viskója. És nekem hiába, ugye itt van az egész magyar vagyon, azért a történelmünket lopják most már el. Igen. Tehát ezt az apáink, nagyanyáink hozták létre, és mi, ez a korosztály, illetve mi azt hiszem egy korosztály vagyunk, mi nem tudunk már a mi gyerekeinknek olyan alapot indítani, hogy elinduljanak, igaz? De mert egyszerűen asztal az alapot lopták el, amit mi nekik gyűjtöttünk. Igen. És akkor ki vagyunk akadva, hogy ők mennek világá. Világ. Tehát akkor innentől, kedves néző, ha tényleg változást akarsz, én nem tudok ott lenni 11-én, mert több néző, hogy akkor gyere, Jakab, te is, én most nem tudok ott lenni, mert elutazom, de viszont én nagyon szeretném, megmondom őszintén, ilyen tisztán, összefoglalóan, én nagyon sok ember ült már itt ebből, ezzel a problémával, ön belülről látta a rendszert, 27 évig volt bíró, kétszer rúgták ki, elközben, hogy mondjam el, tehát azért ilyen érdemrendeket azért hagy említsünk föl, mert a másképp tudás az mindig jár egy kis pofozógéppel is, hogy én most bízom ebbe a konfigurációba, megmondom őszintén, a másik az, hogy abban is bízom, hogy ezzel a tömeggel, hogy valaki végre fölfogja, nem akarom őket átverni, ugye ez lenne az első sor, mert ide egy nagyon sok politikai pár, majd én megvédelek benneteket. Hányszor hallottam én ezt? Most hallottam, hogy a gyereket, családokat is ki lehet lakoltatni. Mekkora szociális érzéketlenség? Igen. Ugye, mert a klientúrának pénz kell, de pénz van egy kell. Nagyon jó kis mondás, és ezt szerintem miniszterelnök úr is tudja, hogy amíg van borod, van barátod. Igaz? Igen. És nézzük meg, amikor ugye Horthy példát hoztam föl, hogy a vitézrendet tömte pénzzel meg óriási állásokkal, és amikor itt a krak bekövetkezett, ezek a vitézek úgy léptek le a környezetéből, ahogy kellett, igen. Elvitték a koncot, és most sincs másképp. Most, hogy addig tud az Orbán féle csapat bármiféle ilyen piramis rendszert építeni, amíg tudja, valahonnan tudja őket finanszírozni. És akkor most lehet, hogy föl fog akadni valakinek a szeme. Én nem nagyon hiszem, nem hiszek olyan fajta demokráciába, amit folyamatosan, mentálisan, médián keresztül lehet befolyásolni. Én hiszek abba a egy személyi vezető, és direkt nem diktatúrát mondtam, mert azért történelmet mind a ketten jól ismerjük, aki egyszer összetudta foglalni, fogadni az országot, és amikor valami megvalósult, ezt úgy fogalmazzák, hogy lerázzák hátukról a piócákat, ezt mostában hallottam ezt a kifejezést, és utána képes hátraállni, köszönöm, hogy megtettem a dolgomat, és akkor maga a mellé rendelt társadalom tudjon működni. Igen, mert ez a piramis rendszer, ez egyszerűen folyamatosan csak szívja az alattuk lévő vérét, de most a piramisnak egyre feljebb lévő részei vannak, és látom, itt a kvesztorosokat is megszólította ebbe a 12 pontba, hogy milyen módon lehet az ő érdekeiket is. És ez lenne az a mesdje, és elnézést, hogy ön helyett beszélek, tehát néző nagyon utálja, hogy nem a vendégemet hagyom, amikor egy összefogásba lehetne, tehát ez egy olyan érdekcsoport, ami szinte minden magyar családot érinti. Igen. Tehát ez lenne az a közös mesdje, aki ezt a 12 pont alapján elindulva egy olyan társadalmi rétegződés, egy olyan konszenzus tudna létrejönni, hogy most már nem számít, hogy te most cigány, zsidó vagy, bármi vagy. Pontosan. Olyan hülye voltál, hogy ebbe a rendszerbe bedugtad, de nem tudtál más csinálni, tehát igen. Ezt fogjuk már föl. Én nagyon sokat korteskedtem annak idején, én láttam előre ezt a svájci dolgot, sokan láttuk, de az emberek nem akarták elhinni. Viszont ez egy olyan társadalmi konszenzus, amiben egyet tudnak érteni az emberek. Mert a magyarságot ugye folyamatosan megosztják azzal, hogy a széthúzás mindenféle politikai csoportok, amit ön elmondott, meg itt le van írva. De ez világon mindenhol így csinálják. Így csinálják. Az oszd meg és uralkodj elvét. És azt mondja az uzorás, hogy te vagy a hülye, mert plazma tévére vetted. Ez az áldozat hibáztatás. Hát mekkora nagy szemétség ez, nem? Igen. Tehát amíg elveszi mindenemet, kirabol, ott vagyok a híd igen. alatt, és még én vagyok a hülye, és miután mindenemet elvette, még mindig tartozom neki igen. pénzzel. Tehát hát ez már... Egyébként ez, hogyha megértse, amit le is írtam itt, ez volt a lényege, hogy azt a banki alkut, amit megkötött a politikai elit, hogy megkapja a pénzt, és fent tudja tartani a hatalmát, ennek fejében, hogy ne tudjon a lakosság föllázadni ellen, elvonták tőle a társadalmi jogvédelmet is, meg az egyéni jogvédelmet is. A társadalmi jogvédelemnek a lényege az volt, hogy áldozathibáztatást, klasszikus áldozathibáztatást, propagáltak, tehát magyarul azt, hogy te vagy a hibás, hogy ilyen helyzetbe jutottál, és megvonták a szolidaritást, a társadalmi szolidaritást tőlük,
az adósoktól, míg az egyéni jogvédelemnél pedig, mivel politikai irányítás alatt voltak a bíróságok, meg voltak és vannak a bíróságok, így fogalmazom, ebből adódóan föl tudták használni, tehát az államszervezetet, hogy rákényszerítsék a lakosságra ezt az alkut, amit a bankokkal kötöttek a politikai elit, gyakorlatilag az államszervezetet és az igazságszolgáltatást is arra használták föl, hogy a lakossággal rákényszerítsék ezt az alkut, és ne legyen egyéni jogvédelme. Tehát hiába megy a bírósághoz, úgyis elutasítják a keresetet, és nem írják fölé azt a bankalkut, meg a kormányzati alkut, amit azért kötöttek, hogy a klientúra fönn tudjon maradni, illetőleg a hatalmon tudjon maradni. Ez a legrosszabb a történetben. Ez a devizahitelezés azért érdekes, mert egy olyan állatorvosi ló, amely egyértelműen megmutatja ezt a rendszerhibát, és megmutatja, hogy hogy működik bárkivel szemben ez a rendszer, hogyha azt akarja, hogy az érdekeit rákényszerítse a társadalomra. Ezt kell látni, és ezért nem csak a devizahiteleseknek a problémája ez az egész, hanem az egész magyar lakosságé, mert ez egy rendszerhiba, és nem egy egyszerű polgárjogi szerződés. Ezt súlykoljuk meg. És ezt a rendszerhibát azért nagyon sürgősen és nagyon fontos lenne helyrehozni, mert amikor Tiborcnak nincs tovább lehetősége, akkor ásót és kapát ragad, és ezt akarjuk elkerülni. Igen. Tehát, hogy ezt meg a mindenkori klientúrának, a szervezés kiszolgálnak látni kéne, hogy drágáim, ez nem megy, hiába a tekket felszereltétek, Matolcsinak magánhadserege van, de látják, hogy a Nemzeti Bankból hány milliárdot hülyeségekre elköltenek, amiből csak abból a pénzből enyhíteni lehetne a károsultakat, és itt naponta 1000 milliárdok így süvítenek el a fülünkbe, hogy mire költenek el, mert nálunk már annyira megoldottuk a szegények problémáját, hogy még nyugodtan tudjuk 500 milliárddal Vietnámba a kórházt építeni. Okay. És gyakorlatilag a végtelen korrupció, ami egyébként minden politikai hatalomra igaz, mert az egész rendszert a korrupció működteti. Jó, itt a vége felé nekünk valami, én azt hiszem, hogy nagyon egyformán gondolkodunk, ez így, most találkoztunk először az életbe, de hát egy képernyő keresztül lehet, mert az írásait már olvastam több alkalommal. Ezt hogy, köszönöm, megtisztelő hogy van lehetőség, tehát amit itt próbálni kihozni ebbe a dologba, hogyha már VNTV néző, és osszátok, legyetek szívesek, vasárnapi van idő, ezt most már holnap kiteszik csütörtökön, van idő elmenni, és nem a Spartacus sorsát kell megélni, hanem egyszerűen a rendszer hibát kell helyrehozni, ez egy mátrixos gondolkodás, hogy maradjunk itt, és onnantól működhet ez az egész dolog. Független bírói kar, olyan jogszolgáltatás, hogy ne a bankok irányítsák magát, a politikát és a jogászokat, és a bíróságot. És aki már utcán van, azoknak legyen megoldás, hogy visszakerüljenek a társadalomba. Tehát gyakorlatilag, ha itt valami óriási, és ez egy óriási program minden politikai pártnak, nem értem. Ugye nem értettem, hogy Trianont miért nem vállalják föl, nem most erről ne beszéljünk. És itt volt ez a egészségügy, ugye ez ugyan ennek az átka, hogy elviszi a klientúra a pénzt, és nincs pénz az egészségügyre, megoktatásra. Illetőleg nem csak a pénzt viszi el, hanem az a probléma, hogy politikai irányítás alatt van az egészségügy is, oktatás is, igazságszolgáltatás is. Magyarul a klientúránál nem az a lényeg, hogy a szakember kerüljön vezetői pozba, hanem az, aki szolgálja a vezért, mert az stabilizálja a rendszert. Tehát akkor maradhat hatalmon a vezér, ha a klientúrája, illetve a vazallus rétege ott van. Ebből adódóan nem a tudás, nem a szakértelem irányítja az egész közszférát és az állami szervezeteket, ebből adódóan olyan szinten devalválódik a tudásot, és a működés olyan abnormálisra válik, amely az egész társadalmat szétveri. Tehát ez az egész rendszernek a problematikája, ez a politikai irányítás alatt van minden állami szervezet, és nem a tudás alapon, amit Klebersberg akart megcsinálni pontosan, hogy a tudás irányítja a társadalmat, és ne a vazallus klientúra réteg. És valahol nekünk erre kellene elmenni, és ezt felfogni, hogy amíg ezt mi nem változtatjuk meg, akkor az egyik problémából, az egyik válságból a másikba fogunk itt bukdácsolni.
és előbb-utóbb csúszunk lefele, és nem fogunk azt az ideát megvalósítani, amit annak idején még Klebersberg hagyott ránk, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tudás, már mondom, akkor tudtuk, hogy a tudás alapú társadalom az egyedüli kiterülési pont Magyarországnak, és az a rendszer, amikor tényleg a társadalom kommunikál a hatalommal, és az se probléma, hogyha vannak karizmatikus vezetők, de azok ne a vazallus rendszeren hanem a tömegbázison és a bizalmon alapuljon a hatalmuk, hogy bízunk benne, hogy ő megteszi azt, és ne az ő vazallus réteget. Valahol erre fele kellene elindulnunk, és 2018. április 8-án, meg szerintem március 11-én is valahol erről is döntenünk kellene, meg erről is kellene szavaznunk, mert ha nem tesszük, én úgy gondolom, hogy egyre jobban fogunk lecsúszni. És ezt a Dózsa Györgyféle kasszás dolgot hagyjuk ki. Igen. Nekem következő járt az eszembe. Drábik János úr gyakran jár hozzánk, hamarosan jön egyébként, és ő mesélte nekem egyszer, hogy valamiért behívták a parlamentbe, és a folyosón ott ücsörgött az ablak, hogy gyönyörű ablakok vannak, tudjuk, és jött Orbán Viktor miniszterelnök úr az ők is csapatával, és oda ment hozzá, és megrázta a kezét, és nagyon megköszönte azokat a könyveket, amiket Drábik János úr ír. Na most tudni kell Drábik Jánosról, hogy azért ő a háttérhatalomról, a diktatúrák, stb. Óriási nagy ismerettel rendelkezik, és zseniális módon leírta őket. Ez az első pillanat. A másik az, hogy nem sokkal idősebb vagy fiatalabb nálam Orbán Viktor miniszterelnök úr, én az Igazságos Mátyás király meséken nőttem föl. És ott lehetett látni, hogy gyakorlatilag azon kívül, hogy egy központosított hatalommal élt, de neki nagyon fontos volt, hogy az egyszerű ember érezze az ő vezetőjének az igazságosságát. Igaz, és amikor gyakorlatilag ez egy skizofréniába átmegy, hogy egyre jobban élünk, de ugyanakkor lehet látni, hogy a tömegek nagy része egyre jobban csúszik lefelé, és most már megértettük, hogy azért, mert a bankoknak el lett most már adva a teljes lakossági vagyon, most már a bankoknak még kiszolgáltatva, ő ezt valahogy nem tudja, viszont pontosan ezt a rendszerhibát egy karizmatikus vezető képes lenne helyrehozni. Tehát én nem abban hiszem, hogy állandóan rángatjuk jobbról-balról médián keresztül, mert tönkre lehet tenni egy vezetés, hanem ha már ekkora hatalmat szerzett és lehetőséget szerzett, akkor a rendszerhibát még ma is helyre lehet hozni. Lehetne, de szándék kérdése. Én hiszek az egyéni fejlődésbe egyébként, hogyha még vannak kontrollok és lehetőségek, mert mindent elkerülnék, csak az, hogy itt egy ilyen népharag bármilyen módon más irányba vinni az eseményeket. Hát, láttam, más véleménye van, szívesen meghallgatom. Én azt mondom, hogy az április 8 meg a március 11-e pont erről szól, hogy próbáljuk meg a demokratikus eszközökkel. Még egyszer próbáljuk meg. Próbáljuk meg elindulni afele, ami egy tényleg egy tudás alapú társadalom. Hangsúlyozom, én nem a karizmatikus vezetők ellen vagyok, meg hogy legyen Magyarországon is karizmatikus vezető, de az ne a klientúra rendszeren épüljön föl, hanem a tudáson, szakértelmen és a társadalom bizalmán. Tehát az, hogy én bízok abban az emberben, hogy megfelelő irányba viszi a magyar társadalmat, mert olyan szinten építi újjá ezt a tudásalapú társadalmat, amely a mi érdekeinket szolgálja. Hogy azt lássam, hogy ez a karizmatikus vezető nem a klientúrájának az érdekeit kiszolgálva privatizálja a közszférát, hanem a közszféra a tudás alapon épül föl, és a társadalom érdekeit szolgálja. Tehát én nem a karizmatikus vezetőknek az ellen vagyok, hanem én azt mondom, hogy annak a vezető ellen vagyok, aki nem karizmatikus, hanem kvázi diktátor. Aki ezt a piramis rendszert, vazallus rendszert építi föl, és azt hiszi, hogy a társadalom csak úgy fog fejlődni, ha az ő vazallusai gazdagodnak, az ő vazallusai jól élnek, vagy irányítják az egész társadalmat. De mondom, 60 éve így megy ez a rendszer, sajnos egyik kvázi diktátorból a másikba bukdácsolunk. Következő van, hogy be kell fejezzünk ezt az adást, szerintem nagyon érdekfeszítő volt, hogy egyrészt szeretném még egyszer nézőt megkérni. Hol lesz egyébként a rendezvény, mert ezt ideig? A március 11-én 14 órakor a Szabadság téren.
Szabadságtéren. Kezdődik a rendezvény, utána lesz még egy vonulás is, tehát el akarunk menni az igazságügyi minisztériumhoz, illetőleg a parlament elé, a Kossuth térre, és ott akarjuk majd még egy, nem árulom el, bizonyos rendezvényt csinálni. Jó, tehát, gondolom a 12 pontot valahol föl fogják olvasni. Igen, ilyet, természetesen, hát hol máshol, mint az igazságügyi minisztériumban. Akarnak aláírásokat gyűjteni valamilyen célból, vagy bármi? Mindegy, én ebben nem tudom, még azért mondom, hogy most ez az aláírásgyűjtés, megmondom őszintén, hogy ezek a tüntetések alapvetően, tehát azonnal, ha nagyon nagy tömeg van, tehát kijönne 500 ezer vagy 1 millió ember, akkor azonnali eredményt el lehet érni. Aha. Ha kevesebb, tehát kijön egy mondjuk, de hogyha kijön 500 ember, akkor semmilyen hatása nincs. Tehát gyakorlatilag... Március 11-ére 16 és 20 fok között mondják. Igen. Egyébként. Ha csak meg nem rendelnek egy kis időjárás módosítást. És én zárszóként csak egy mondatot szeretnék. Július Cézárral, aki foglalkozott egy kicsit, aki óriási sikereket ért el korábban, mint hadvezér, stb. Ugye a saját klientúrája végzett vele, mondjuk a fiók ott volt megint, hogy saját arcára pénzt nyomatott ki, és nem engedett kamatot feltenni rá. Hány Brutusza van már a mi jelenlegi miniszterelnöknek? Hány olyan oligarchája volt, akit kinevelt, de valahogy ebben a rendszerben nem maradt meg, és most pontosan a másik oldalon, azzal a megszerzett pár ezer milliárddal, amit mint vazellusként megszerzett, most pontosan a diktátor ellen működik, és akkor innentől Brutus szerepét nézzük meg, aki apjaként tisztelte, illetve fiaként tisztelte Brutus Julius Caesar, és mégis az apja ellen fordul, mert egyszerűen ezt a fajta diktatúrát már teljes egészében elveszti a kapcsolatot úgy a szenátussal, mint a plebszel. Azt mondják, hogy nem akarok többet ilyet. Hát egyébként csak úgy, én mindig azt mondom, hogy tanulni kell a történelemben. Soha nem tanulunk, ez a nagyon-nagyon nagy probléma. Én mindig azt mondom, hogy van a diktatúráknak, illetőleg az autoriter rendszereknek egy olyan foka, ezt úgy nevezzük már, hogy a hatalom paranoiája. Amikor már a saját embereit is írtja, azért, mert fél a hatalom, és csak úgy tudja fönntartani a hatalmát, hogyha megfélemlíti a saját vazallus rétegeit is, és állandóan magyarul írtja őket is, hogy nehogy véletlenül valaki kiemelkedjen. És sajnos, mikor már eljut idáig a hatalom, akkor már eljut a társadalom is odáig, hogy senki nincs biztonságban. Senki nincs biztonságban, mert bárki bármikor sorra kerülhet, nem kell neki semmit tennie. És nekem az a nagyon nagy érzésem van, hogyha nem állítjuk meg ezt a folyamatot, ami Magyarországon ma elindult és rossz irányba megy, akkor előbb-utóbb el fogunk jutni ide, ez a történethez, és valahol én úgy gondolom, hogy ezt a történetet meg kell akasztani valahol, és a hatalomnak gátat kell szabni. Mert ha nem, akkor előbb-utóbb a történelem azt mutatja, hogy el fog menni ez a rendszer afele. Mondom, függetlenül attól, hogy most nem akarok most szint mondani, tehát hogyha a hatalmaknak nincs kontrollja, előbb-utóbb eljut erre, tehát az egyeduralomnak ide. És Róma is ugyanezt mutatta, Szovjetunió is ugyanezt mutatta, hát, ugyanúgy azt mondjuk, Románia is ugyanezt mutatta. Románia is ugyanezt mutatta. Tehát azért mondom, hogy tanulnunk kellene már a történelem. Tanulnunk kellene a történelem. És akkor a pillangó effektusról, hogyha beszélünk egy kicsit, akkor lássuk meg, hogy a rendszer hiba létrehozta a maga megoldásának a lehetőségét, és ez az összefogás lehetősége, ez pontosan most a devizahitel akadémiásoknak a összefogása, tehát hogy összetudta, hogy fogalmazott, ernyőként gyűjteni azokat a kis szervezeteket, akik egyedileg próbáltak, de elhullottak itt a rendszerrel szemben, és egy magasabb rálátással úgy látom egyébként, hogy lehetne változásokat elérni, és ez a pillangó effektus hozhatja azt a végén, hogy végre össze tud fogni a magyar nemzet, és közösen lép valamit, hogy én most kire választanék, mert mindig ez a kérdés, kivel választanál, okosan kell dönteni, és én nem tehetek ilyen semmiféle javaslatot senkinek, döntsön szíve joga szerint. Én még az egyéni, nem tudom, hogy Julius Caesar tudott-e volna a plebsz irányába nyitni még egyszer, vagy már teljesen befordult ez a cezerománia, ez is skizofrénia egyébként, igen, hogy kifele el is hiszi, amit mond, persze, de befelé a cselekedeteiben még nem mindig azt tanúsítja. Én nagyon megköszönöm ennek, hogy itt volt, én neked megköszönöm, hogyha a 11-én kimész, és
Mindjárt megköszönjük, hogy ezt a rendszerhibát ki tudjuk küszöbölni rövidebb időn belül. Köszönöm. Én is nagyon remélem. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézőink, önök VNTV-t láttak, Vivanatúr a televízió FAQ adásorozatát. A FAQ adásorozatunk annyit tesz, hogy a felelősségvállalás koeficiense, tehát hogy vállaljál cselekedeteidért felelősséget, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján láthatjátok. Ezt az adásunkat is osszátok és nézzétek. Viszontlátásra!